Kiárasztam lelkemet azokban a napokban. Így szól az Úr. Kiárasztam lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok. Deci noi am fost fugăriți de prin Ardeal, români. Deci fugăriți prin Ardeal, deja noi vorbeam ungurești la Iagona și aici încet, încet s-a pierdut limba. Sos. Am avut misionari de prin Italia. Deci sunteți unguri la origine? La origine n-ați zice așa. Nu. Ardeleni, români, ardeleni, dar fugăriți. A moldvai csángók jogait hosszú ideig korlátozták, és aki minket tanít, hogy van egy tábor, hol lehet tanulni, énekelni, táncolni, gyöngyöt fűzni, mert minden, és nekem tetszik ez a ilyeneket csinálni. Ezt tetszett, hogy így egy csomó fiatal van, és egy csomó minden lehet csinálni, hogy nincs időd unatkozni. Igen. Itt magyarok vagy csángók? Vagy... Csángók, mama. Csángók? Csángók. De mit azok? Magyarok vagy? Vagy románok? Vagy mit? Nem vagyok magyarok. Nem magyarok. Nem magyarok? Nem. Hát akkor hogy magyarul mi beszélget? Hát de nem kell magyarul, klar. Hát ez ugyanaz a magyar, csak kicsit hát, másképp mondja. Hát mi vagyunk egy kicsit olyan korcsiturák, de magyar. No, de nincs. Én nem vagyok. Én roman. Hát de hogy magyarul beszélget? Én mondom, hogy roman vagyok, egy tanultam tátától. És sokan itt a faluban. Tátá, akkor mi? Az mi? Tátám Luizika lugarából. És tátája kitől tanulta? Az öregektől, de nem adevărat magyarok. Eu, cu ocazia asta, cu ocazia Unute Lebacău, spun tuturor oamenilor și indiferent de etnie și de cultură să vină să iei parte azi la activitatea noastră, că este important ca să, și eu așa cred, și Bacău trebuie să fie un oraș multicultural. Eu așa cred că este interes din partea comunității ceangăiești și sunt interesați de aspectul ăsta și să vină. Și în ungurește, noi s-ar atătăl variu cu ceangu teștvereket, ceangu magyar teștvereket, obo, hogy részt vehessenek a ceangu festivalon, és ne szégyeik és bátran álljanak ki a magyar identitás tudatuk mellett. Köszönöm szépen! Mulțumesc! Gyönyörű helyre jöttünk, látni az egész falut innen. Igen, erős szép. Mindenki, aki pusztinából jö, ide jö ki, hogy csináljon képet a faluról. És most itt megyünk főzni megint. Attól félek, jó. Ó, de szép. Nagyon jó illata van. Leellenőrzöm a munkát. Ez igen? Elmondhatatlanul finom. Csak a 40-es években, de előtte is volt. Előtte volt, de az egy kicsi templom volt, egy kicsit tadébb, és akkor az igen kicsiká volt, akkor sikerült egy ilyen nagy templomot építeni, pedig itt nálunk Moldovában mind ilyen nagy templomok vannak, már sokan vagyunk. Azt mondják, hogy most a men férez, és ha szép akar lenni, akkor egy kicsit kell szenvedni. Hol vagyunk? Azoktól a városoktól, azoktól a településekről, ahol teljesen kompakt magyar közösség van. Celebrăm astăzi cu mare fast și solemnitate
sărbătoarea Sfântului Ștefan cel Mare, al Pustianei. Dar, cum spuneam, nu este al Pustianei și nici măcar al Ungariei și nici al României. Este Sfântul Ștefan al Bisericii Catolice, încă din anul 1083, de pe 20 august, și din anul 2000 este și Sfântul Bisericii Ortodoxe. Mennyivel lenne jobb, hogyha a magyarul tartanák meg a Szent István, mégis csak egy magyar szent. Hát jó lenne nagyon, mert mint tudjuk az egész azt a nyelvet, a magyar és a románt, de jó lenne a magyar, és na, de ilyen a, most az a... világ, így, világ, hogy nem, nem engedik, hogy valahogy imáz, és nagy valami. Csángó magyar, mi villettél, csángó magyar. Most figyeljenek! Konstanca több mint 1000 kilométerre van Budapesttől. Ott van Románia legfelkapottabb üdülőhelye sárga napernyőkkel, homokos tengerparttal. Erre tessék, egy levél és néhány töredékes információ azt mondja, hogy az 1000 éves határtól még sok száz kilométerre a Fekete-tenger partján van egy falu, ahol magyarul beszélnek az emberek. Tudnak többet a csángó magyarokról. Az elmúlt évtizedben Eötvös György sok millió forintnyi adományt juttatott el csángó földre, és kutatta is az ottaniak életét. Hát ez már Konstanca, a több mint negyedmilliós város, a román hajózás és kereskedelem fellegvára. Hatalmas a nyüzsgés errefelé, rengeteg itt a kereskedő és árus, a Fekete-tenger partján pedig turisták fényképezkednek, és fényképezik a híres kaszinót, amely jelenleg bizony elég lerobbant állapotban van. Levente megmutatja nekem a román tengerpart büszkeségét, Mamaját, homokos partjával és szállodáival. A nyár utolsó hetében igazi kánikula van Mamaján, nem csoda, ha a tengerparti üdülő megtelik fürdőzőkkel és napozókkal. Útnak indulunk, egy katolikus templomot keresünk. Rengeteg itt az ortodox hívő és muzulmán dzsámiból is több van. A mi magyarjaink temploma lehet az. Alig pár perc és rákanyarodunk egy aprócska bekötő útra. A tanácsossal ellenőrizzük a helyet, ha nem tévedünk, valahol itt kell lennie a tenger melléki magyaroknak. A Konstanca balra, 22, Tulce arra 103. Hát ez itt Ojtúz, megérkeztünk. Első útunk a temetőbe vezet, ahol elrománosított magyar nevekkel találkozom. Illy és Mária, Ádám Mihály, Ádám Regina, Pál Mihály, ezeket a neveket olvasom a síremlékeken, a keresztfák mögött pedig ott magasodik a katolikus templom tornya. Bevallom őszintén, azt gondoltam, hogy majd ketten-hárman beszélnek így-úgy magyarul, ám ami történt, az minden képzeletemet felülmúlta. Figyeljenek jól, hallgassák és nézzék az igazi csodát. Ez tényleg egészen elképesztő. Magyarul beszélek, a kölykökvel, az embervel. A kölykökvel, meg az embervel magyarul? Magyarul, de. Skripkár Marikával a portáján beszélgetek. Aztán a 62 éves asszony a tököket és az uborkákat is megmutatja, joggal büszke az idei termésre. Aztán arról mesél, hogy 20 éve bezárt a helyi kombinát, azóta pedig sok a munkanélküli. Hol dolgozom? Nincsen hol most. Nincsen hol most? Mindenki otthon. Otthon mindenki, nincsen hol. De magánál volt munka korábban? Igen, hamarabb volt dolgom. Búcsúzom Marikától, megyek a falu főutcájára. Szabad, hogy hívják? Mi a neve? Antinak. Anti. Ádám Anti. Ádám Anti. És hány éves Anti? 75. 75.